Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és innen a Rastból jelentkezem. Nem is tudom, hogy mi történt, amióta nem voltam, de talán ezeket videóval rögzítettem. Itt van egy ilyen kis loot helyiség, tök üres ládikókkal. Arra felkerült a zárja, ezt leraktam közben. Ez egy ilyen kis szerelőasztal, hát meg ugye mennek a dolgok. Most azt nézem, hogy milyen a természetes kopás, vagy esetleg nem volt-e valami error, de nem látok semmi rendellenességet. Van némi fám, meg valami zörök kint. Hoppa! Az ott micsoda? Ott is egy ház. Ha jól látom. Ott is egy ház. Na, itt sok ház van. Lepakolunk, aztán körbenézünk. Megtaláltatok páran akkor ezek szerint. Vagy ilyesmi történhetett. Egy kevés követ viszek magammal. Hát egy, mit tudom én, egy ennyit. Ezt elviszem, jó, esetleg. Egy kis ilyet is viszek. Ezt minek? Hát, jó. Csak itt is elvisszük, jó. Elnézést, még egy picit köhögök, de már nem nagyon. Na nézzük meg, ilyen fölülről a helyzetet. Most már van ilyenem is. Ilyen opcióm. Esik az eső. Na nézzük körbe. Jó, keretek megvannak. Itt is ez valami autóturet lehet, de nincs vagy töltény, vagy mi a... Na, dirigó lett. Az meg nyitva van az az ajtó, jól látom. Na mindegy. Ott meg egy felirat. Na jó, nézzünk körbe. Hú, ez ennyire kopik ez a cucc. Jó. Ez rendben van. Ez is. Ezzel még gondok lehetnek. Jó, nincs túl nagy gond. Oké, na nézzünk körül akkor. Láttam, itt komoly építkezések folytak, mindjárt be fog esteledni. Na, ó, köszönöm. Itt egy ládikó is. Nincs benne semmi. Az ott egy kő. Ó, hát köszönöm. Kaptam azért két-három ilyen érdekes három obszénebb dolgot is, de lehet, hogy ez is a poénnak a jele. Hát király, tök jó, köszönöm. Ez meg egy tök tábla. Ez itt egy nagyon jó kis cucc. Itt van egy épület, ebbe biztos lakik valaki. Aha. Zárva vala. Itt is egy tábla. Pucu. Figyellek. Hát bízok benne, hogy nem rossz. Hogy ez mit jelentett? Hogy bemért? Vajon? De ez most engemet mennyire? Mennyire lőne le? Vajon? De lehet, hogy nincs benne töltény, nem? Hát a francia érti ezt a szerkezetet. Nem tudom, ez most véd engemet, vagy támad. Na mindegy. Fölmegyünk, itt van egy házikó. Nyitva van az ajtaja. Van egy hálózsák. Skender is akad itt. Egész besötétedett ezen a részen. A hegyek árnyékod vetnek erre a részre, és azért van ilyen sötét, mert már elég alacsonyan jár a nap. Jó, gyönyörű a naplemente. Innen meg jól látszik a házikom. Meg a többi ház is, amit ide építettek. Meg a rajongói táblák, nagyon szuper. Nagyon rendesek vagytok. Megtisztelő teljesen.
Hát nincs fákjám, de van egy pici. Jó. Na, hello, hello. Videózom? Éppen videózok, igen, szia. Aha, szia. Tettél remény? Tessék, nem értettem. Tettél remény? Igen, oda készültem. Tettél remény? Igen, igen, arra fele. Most lootoltam, szóval kicsit felnőtt kell. Csak hogy most lootoltam, mondom. Ah, köszi, akkor valami másfele nézek, akkor szedek fát, meg követ. Oké, szia. Hello, hello. Na, hát egy kedves játékos, aki erre járt éppen, és nem akart megölni, ez is ritka. Hát ez egy éjszakai, nem tudom, mi lesz ez most, ami... Kipróbáljuk ezt is. Bár mondjuk... kilótolta az egész repteret, azt mondta. És nekem meg nem sok fákján van. Lehet, hogy mégiscsak hazatérek inkább. Megnézzük az otthoni cuccaimat. Mit tudok otthon csinálni, mert szerintem tudok égetni ezt-azt. Talán addig a fákján is kitart, még hazaérek. Vágok egy fát, mondjuk ezt itt. És akkor már lesz annyi tüzelő anyagunk, hogy kiégessek egy csomó vasércet. És akkor abból még megpróbálok valamit fémesíteni. Lehet, hogy megpróbálom a következő szintet addig építgetni, amíg ki nem reggeledik. Aztán akkor jobban tudok majd haladni, mert így éjszaka ezzel a fél fákjámmal nem jutok messzire, hogyha hazatalálok most. Begyújtom, aztán irány hazafele, talán addig kitart a fákja, hogy haza tudok futni. Aztán ott majd begyújtom a tüzemet. Itt van ez a házikó, jó van, itt lesz valahol lenne a völgybe a cuccom. Lehet, hogy éppen itt lakik a... Hát ezt megnézem, nem tudom, most lelő ez a kramanc. De csak bemért végül is. Nem történt különösen semmi. Nem tudom, van-e bent töltény, vagy lehet-e ezeket állítani, úgyhogy mondjuk ne lőjön akárkit le. Nem tudom. Mindegy. Na van itt égetni való, hogy ne lenne. Jó. Nem sokára meg lesz a szintem. Kéne csinálnom egy... vagy várjunk csak, ebbe egy kicsit dolgozunk. Kiszedem belőle ezt a sok kramancot, ez nyers, ezt meg is sütjük. Ugye ennyi volt, igen, ezt akartam mondani, hogy mindjárt elfogy a fákján. Oké, és akkor rakunk bele mondjuk, tervileg 5-tel fog megcsinálni, hogy tőlem 10-et, de szerintem egy 60 fával már kitartunk reggelig. Én úgy gondolom, kicsit hátrébb lépek. Jó, itt elkezd süldögélni. És akkor én közben, nem így gyújtottam be, hogy ebben mi van, hogy be tudtam gyújtani. Fa. Ja persze, ezt most csináltam, azt nem is mondtam. Csináltam még egy kemencét közben. Közben a szén is kipotyog, az nem baj. Na, ez itt sült husi. Sült husi, igen. Na, valami lesz. Van itt fém, na akkor ebből dolgozunk valamit, vagy az 500-ból, abból a 600-ból, mert abból pont kijön. Kiesett a disznóusi. Mehet is ide a sültek közé. Még van egy kis ilyenünk. Ez egyszerre fog kipottyanni. No. Azt mondja, hogy úgy kezeljük, mintha 150 lenne, bizony. Az 500, 500, az 25. Akkor az 750.
500, az ilyen 750, akkor még 250-et bele kell pakolnom. A cuccba. Jaj, gyorsan. Most jó lesz. Jó, oké. Itt is kicsit barjálnom kell. Vagy elfogy? Elfogyott. Jó, oké, szuper. Akkor ezeket visszaszórom ide. Ez mi? Csirkehusi. Csak lehet egy frigót valahova. Ez pedig süldisznóhús. Nem tudom, miért ide raktam be, nem itt van a helye. Ha nem, itt van a helye. Így van. Kint meg megy lelkesen az a motoros akármi. Közben ránézek a rögzítés és az idő mennyi, ami eltelt. Jó, oké. Ezt is el kéne raknom valahova. Ezt visszarakjuk ide. Ja, meg 250-et még kiveszünk. Nem tudom egyébként mire gyűjtök. De kéne barkácsolnom is, mert abból van a nagyobb XP, úgyhogy van 46, akkor még egy kicsit rakunk ebbe is. Még egy 50-et legalább. Így. Kitartson reggelig a tűz, melegedek is egyrészt, másrészt meg valami haszna is van. Itt aztán nem látni semmit. Van egy ládám még valahol. Van egy ládám még valahol, de nem tudom, hogy hol. Ja, ezt odébb rakjuk, ez jó jön még. 16 olajam van, az tök jó. Itt a láda jó. Ezt valahol elrakom majd, kívülre. És akkor ebben még pakolászok ezt-azt. Főleg, hogyha elkezd reggeledni, de nem igen reggeledik még. Megnézzük, hogy miket tudnák fejleszteni. Megint sok XP-n van, úgyhogy lehet itt vadászni. Egyébként azt néztem, hogy a 10... nem is tudom, melyik részlegen van ez a dolog. Itt nem annyira fontos dolgok van. Na itt ezek most tök jók jönnek 15-nél. Ez nem érdekel annyira, mert a kis kemencével el vagyok. A lámpa viszont fontos, meg az ágy, az tök jó dolog lesz. Na nézzük akkor, mi az, ami még hasznos 33 XP-ért. Úgyhogy megnézzük ezeket is. 15-öt félre kell tennem, 30-at félre kell tennem erre. Jó, az ágy annyira nem fontos, de a lámpa az igen. Akkor 15-öt elkölthetek max. Maximum annyit. Hát ez a csontpáncélok nem olyan rossz cuccok. 5 XP a ez a rácsos ajtó cucc. Hát végül is nincs olyan nagyon ütős dolog, ami nagyon kéne. Egyelőre meghagyom az ágynak szerintem ezt. Na, valami reggeledés, vagy valami. 23. Gyűjtsük addig a szenet. Rakom ide bele. Tábortűzbe. Ez milyen mag? Azt mondja, hogy kendermag. Ez meg tök mag. Jó, ezeket elültetjük. Ezt megisszuk. Jó. Még azt kell megnézni, hogy tudok-e építeni valami vizes dolgot. Például ezt. Azt mondja, 80 fém, 30 szövet. Ez menni fog. Ezt meg is csinálom. Nem tudom, ebbe bele lehet-e hordani a vizet például. Hogy mibe kell hordani a vizet? Vödröm van. Nekem nincs vödröm. De talán tudok gyártani vödröt. Most a fejemre tudok egy lyukas vödröt. Na itt a vödör, jó. 25 szövet, 100 fém. Ez micsoda? Eszkábált robbanó töltet. 4 konzervgránát és egy kicsi zsákmány kell bele. És a 4 konzervgránát az mi? 60 lőpor, 20 fém darab. Ja. Mi volt ott? Dupla csövű shotgun. Ilyet is tudok csinálni majd. Azért lesznek jó cuccok. Itt már.
No. No, de ne kalandozzunk el. Mit akartam? Azt a vízhordó bigyót megcsinálni. Kell hozzá fém, meg szövet. Abból kell egy darab vizes vödör és egy ilyen. Ezeket legyártjuk. Ezt a kettőt. Esik az eső. Tök jó. Csak kicsit sokat költöttem fémből, de hát mindegy. Ez van. Jó. Na, hogyan vagyunk? Hogyan készülnek ezek a cuccok? 2 szekundum múlva megvan a vödröm. Nagyszerű. Hát reménykedek ebbe, hogy ebben a hordóba lehet hordani ilyen cuccot. Ilyen vizet, mint olyant. És a vizemet itt elhelyezem majd kint. Van még fa bent? Ja, még van. Jó. Még nem igen. Pirkad. Mindjárt kinézek fölül, aztán jobban látszik. De, már valami lesz. Kezd elő bújni a nap. Bár mondjuk ilyen monyák időben nem biztos, hogy túl sok napsütés lesz, de mindenképpen biztató a helyzet. Most már picit látni. Elkészültem, készült el. Mennyi idő kell neki? 14 szekundum, de most már kezdek látni egy kicsit. Kicsit, mintha hosszabbak lennének az éjszakák, vagy nem tudom, csak nekem tűnik ugye a játékba, mostanába. Ezt itt el... bent is el lehet helyezni, nagyszerű híre ez nekem. Ide nem lehet valahogy bemonyákolni, nem tudom, az a baj, hogy hol az asztal széle. Ha ide rakom, akkor vajon elférek mellette, vajon? Nagyon jó kérdés. Megnézzük. El. Ez király. Oké. Ez jó hír. Nem látok semmit, ha még nem nincs fákjám. Kinyitjuk az ablakot, valamit segít. Bejön némi fény. Ha van ennek a szelepje, vagy amit ki lehet nyitni túloldalon. Aha, itt a nyitás. Na most ebbe hogy a manóba tudok belerakni vizet? Ezzel aludt, vagy én altattam el? Na most várjunk csak. Van itt egy palack vizem. Ez miért? Ebben nincs semmi, oké. Okay. Van egy palack vizem. De hova tettem? Itt nincs. Itt van, oké. Okay. Ezt a palack vizet megpróbálom belerakni ebbe. Azt mondja, válasz a tárolók közül. Betöltés. Aha, jaj, oké. Okay. Jó. Jó, értem. Értem én. Jó, ez most belerakom. Beleraktam mindet. Most elmegyek, hozok a... Hozok vizet. A kútról. Ebbe. Ja. Vagy hát ebből a vizéből hozok. Á, itt vannak a magjaim. Ezeket elültetgetem, ha már itt vagyok hátul. A szép nap felkeltébe. Jó. Nem tudom ezek mik. Azt ide. Tökött meg. Ide. Oké. Okay. És akkor most viszem a kis vödrömet. Így. Aztán bele kell menni a vízbe, és akkor megmerítődik. Ó, nem erre szív fenn ezt a... Azt hiszem, nem tudom, hogy hoztam ebben valamit. Nyitás. Vödör. Tök üres a vödröm. Egy vödör.
a víz második szállítására. Jó. Hát ez most nem sikerült megmerítenem. Sajnos. Most legalább látom, hol sikerült leraknom, de ezt tök jó helyre sikerült leraknom. Jó. Akkor amíg a helikopter itt ecebocázik, addig ide pakolászok ezt-azt. Lerakok egy ilyet ide a sarokba, égyni. Ó, szuper. Egyébként, csak úgy poénból ide le lehetne rakni. Mondjuk egy ilyet. Érdekes megoldás így az ajtón egyébként. Na jó, nem rakok ám ilyet. Hát ide merevítésnek lehetne rakni, de azt hiszem most inkább kihagyom. Arrafele hallom. Jó, most mintha távolodna. Hogy áll a kemence, hadd nézzelek. Jó, alakul. Azért lett bőven. Bőven lett cuccunk. Na, ezt kivisszük a külsőbe, ezek amiket nem annyira fontos dolgok, azokat a darakosgatom. Az üres palack se fontos. Az ajtó se fontos. Jó. Szerintem ezeket meg berakom abba a másik helységbe. Ezt is, meg ezt is. Bár ezeket szoktam használni, ezek maradhatnak itt. Jó, ebben mi van? Ez megint egy ilyen dolog, ami elfekvő. Meg az olaj. Annak nem kell itt lennie. Ezt elzárjuk. Ez se kell. Ez maradhat. Túl sok ilyesmik maradhatnak. Hát, nem is tudom. Egy palackot is, ezt is kivisszük. A gyógyszert is elrakjuk, nem nagyon kell. Ez se kell. Jó. Akkor így. Egy részét elzárom itt. Ebbe mondjuk. De berakjuk ezt is. Jó. Meg az üres palackot. Az üres palack az mehet kintre is szerintem. Azzal nincs gond. Ide berakjuk a palackokat így. Ez az. Jó. Meg téged is. Ezzel meg javítani lehet majd ezt-azt. Oké. Okay. Azt akartam megnézni, hogy oda lehetne rakni egy ajtót esetleg. Jó, kipróbálom, mert egyszer élünk. Mennyire bugos tőle a dolog. Ide berakjuk. Ja, hogy ide nem tudok. Oké, okay. Most már biztos akkor így eldőlt. Na, akkor én szerencsét próbálok, elmegyek vízért. Már egy ilyen epizód. Valahogy így kell megmeríteni pedig. Nem így kell megmeríteni ezt az. Ja így, oké, jobb klikkel kell, most már értem. Vajon tudok ugrani vele? Ó, tudok. Helyes. Most az a kérdés, hogy ebből tudok-e inni. Ez milyen fajta víz? Na nézzük. Aha. Nem lettem tőle. Éhesebb, úgyhogy szerintem ez... Na. Megiszom az egész bödörvizet. Aha. Jó, király. Királyság. Hozok pár vödörvizet ebbe. Ilyet még nem csináltam soha. Soha sem. Szerintem nincs messze a víz, és úgy látszik ez iható egy az egybe. Ez a fajta víz. Ez ilyen. Jó fajta víz. Édes víz. Most legalább tudom, hogy működik ez az áttöltés. Jó. Még egy kettőt hozok. Aztán akkor egy darabig el leszek látva vízzel. Hopp, egy tök. Megtermett tök. Na, ne a saras részéből.
A tiszta vizet vigyünk. Ilyenkor... Na, kiburította. Az biztos jó tűzoltásra is. Király, mert direktbe is tudok inni itt. Na, hoppsza. Jó, na ezt még betöltjük, meg még nem meginni, hát. Nem is itt a meg jó, helyes. Azt a mindenit, hát ez jó kevés, vagy jó sok. Na még egyet hozok bele. Most már egy nagyon gyors vagyok. Hatalmas ugrással ott termek, meg akkor összeszedjük ezeket a tököket. Itt egy nagy tök, ott is egy nagy tök, itt is egy nagy tök. Ezen van kukorica, ezen is, ezen is. Jó. Szerintem most jól meg learattam mindent. Jó, ennyi víz elég lesz egy életre. Szerintem biztosan. Akkor ezt is betöltjük. Fú, mennyi cuccom lett. Na jó, víz az van itthon. Oké, jó. Vödröt meg bezárjuk mondjuk ide. Ebbe belerakom a vödrömet. Jó, kukoricát. Egy kukoricát meg egy tök... Ez elromlik vajon? Nem tudom, hogy elromlik-e. Megesszük ezeket az utcokat. Oké, jól laktunk. Megint itt a helikopter. Mi az, hogy kettő? Ezt lehet stackelni? Nem lehet stackelni. Vagy csak véletlenül stackelte? Hát jó. Na itt aztán van most ilyen kukorica, meg ilyesmi. Azt majd legközelebb akkor megeszem. Jó, ez szépen kiég. Azt mondja, itt van 700 fám. Jó. 700 fa. Most elmegyek még, hozok fát. Az lesz. Az a tervem. Hogyha helikopter nem ollálkodik errefele. Talán nem. Most úgy néz ki, hogy ez az is elő rám, vagy csak követget. De majd kipróbálom már mindjárt. Kiválok egy-két fát itt. Már nem kell sok, egy 2000. Aztán akkor még megpróbálok egy szintet felhúzni a házikóra. Hogy állunk időbe, hadd nézzem, 28 percnél jól van, még nem olyan vészes a helyzet. Mindig azt hiszem, hogy állatok vannak itt. Ezt is kivágjuk, mennyinél tartunk egyébként 500-nál. Hát a második szintet azt fémből kéne nagyjából megcsinálni, nagyjából. Kellene vágnom fát, mert egy része fából lesz, szerintem. Ott egy kő, ezt is kiszedjük, mert hogy egy vagy kettő elem kijön kőből, akkor az már jó, meg otthon is van egy két kőnyi falam. Ja, akkor ez lesz most a terv, hátralévő pár perc, megpróbáljuk megvalósítani azt a felső szintet. A közvetlen környezetbe futok egy kis kört. Hát, ha még találok az utcot. Na. Oké. Ott is egy kő, jól látom, jól látom. Jó, akkor ezt kikappogatom még itt, ezt a fát. És azt a követ is elviszem. Úgy már elég jó leszek. Az már azt jelenti, hogy olyan 6 falnyi kövem lesz.
És kevesebb fém kell majd. Akkor most a reptérnek a loot köre az elmaradt. De jó, hogy összefutottam a kollégával itt a szerverem, mert akkor nem mentem potyára, mert még az benne lett volna a pakliba, hogy nem találkozunk, aztán én is elkezdek keresgélni, ezt semmit nem találok, úgyhogy az annál hasznosabb, hogyha egy kicsit erősítjük a házikót. Meg hát aztán ez a 15-ös szint is összejöhetne. A reptéren azt hiszem van olaj, meg olaj finomítási lehetőség. Az kelleni fog, hogy a lámpákat beüzemelem, mert akkor egy kicsit hangulatosabb lesz az egész dolog. Jó. Hát erre fel nem látok semmiféle követ pluszba. Jó. Nem mindegy, hazamegyünk ezzel a cuccal. Ez már nem kevés holmi. Megint bemért ez a szerkezet. Oké, okay, jó. No, eszünk a kukoricát. Azokat esszük addig, mert annyi van, mint a szemét. Ezzel kell jól lakni. Nincs valami gyengébb, ez jó. Oké. Okay. No, akkor. Akkor mink van, nézzük csak meg. Lerakjuk a vasat, mert az nem kell. Magok maradhatnak nálam, ezt majd elrakjuk. Ez marad. Ezt a másik barakom. Ez nem tudom micsoda. Kender, tök, kukorica. Jó. Na, egész sok fám lett. Oké. Okay. Ezt is elvisszük. Óha, az királyság. Ezt mind beépítjük a második szintbe. Ez marad itt, ez meg itt. Jó. Szenet azt ide is rakhatunk. Nem, szenet. Ide rakjuk a szenet fölüre. De gyűjtöm bele. Sőt, innen is kihozzuk lehet. Sok szenet. Elnézést, itt logisztikázok közben, de hadd haladjon ez a dolog is, hogy rend legyen nagyjából. Ezeket berakjuk ide, oké. Okay. Ide megbepakolom a szövetet. Hol? Nem is itt tárolom a szövetet. Oh. Itt tárolom a szövetet, így van. Jó. Hát valami kis fémet is viszek magammal. Jó, így ez így már jó lesz. Oké, na menjünk csak föl akkor. Helikopter hangok nincsenek. Úgyhogy milyen szépen látszik a szuper tábla. Ja, aztán szerintem le is kapom. Aztán kirakom majd indexképnek ehhez a videóhoz. Tök jó lesz. Na. Oké. Nem is tudom, most egyelőre, ide rakok egy ajtót. Igen, ide rakok egy ajtót. Rakjak ide egy ajtót. Rakok ide egy ajtót, ja. Igen, ott lesz egy ajtó. Nem tudom, mire fogom használni. Még egy kapásból, de ott lesz egy ajtó. Erre rakok egyből követ. 105 fémből, nem, kőből csináljuk először. Frontra rakjuk a követ. Ide, meg ide. Oda néz. Ho-ho. Hát melyiket csináljuk meg? Ezt. Ez lesz akkor kőből. Jó, erre föl tudnak jönni, szó se róla. Nem is tudom, itt hogyan oldjam meg ezt. Ezt lezárom szerintem. Így. Jó. Ez a kettő, ez még veszélyes szerintem, azt meg az, hát
Mennyi mi azon van? 250 heten van, az nem sok. Nem sok idő, meg már elég jól eltelt. Jó, azt mondja, hogy még kell 600-1200 kőre lenne szükségem. Vagy egy csomó fémre. Na, hát nem is olyan sok fém az. Tudjátok mit? Megcsináljuk fémből. Miért kiszabadulok innen? Legyen fém, nem is érdekel. Bár, annyi, abból a szempontból érdekel. 150 meg 150 az 300, meg ez is 300 lenne. Elfogyna az összes fémem. Nem, megcsináljuk fémből. Nem érdekel, ha elfogy az összes fémem. Jó. Így most totálisan lezártam. Viszont itt tudok csinálni egy létrás följárót ezen a részen, úgyhogy ez így... Vagy itt egy följárót, úgyhogy ezzel nem lesz semmi probléma, szerintem. Jó. Jó, így azért nagyjából legalább elfogynak a nyersanyagaim is. Ha jól gondolom. Ja, nem sok mindenem maradt. Oké. Ebből tudok csinálni egy számzárat. Meg egy, vagy egy ajtót. Csak egy számzárat. Számzárat meg egy ajtót? Hát nem. Csak egy számzárat csinálok, ja. És ha kész a számzár, akkor rárakom a... arra a ládikómra, amit használok. Mert ebben van a szén, de akkor most kipakolom a szenet is. És inkább berakom ide. Ja, ide rakom a szenet. Kukoricából megint eszek egy kicsit. Na, innen kiveszik ezeket a szarokat, nem tudom, kellnek ide ezek. Ezt elviszem. A maradék fát azt ide berakom. Jó, ez így jó. Meg ezt is berakom ide. Ezek ilyen fontosabb anyagok. Jó. Oké. Meg ide még... Jó, ezeket is berakjuk ide. És akkor ez lesz a kajás részleg. Itt akkor csak olvasgatok. Ezen a területen meg... agrárkodok. Egy mi. Jó. Ebben mi van? Hát egy kis szerszám, egy kis kő. 257 kő. Azt is elvihetem innen. Kaja az maradhat. Azt csinálom, hogy a kaját átrakom abba. Ha már itt logisztikázok. Jó. Hol a kaja? Itt van. Így, és akkor ebben van csak a kaja. Jó. Ebbe meg ilyen szerszámokat rakok, amik így el vannak, csak meg belerakhatom a magokat. Most már nem ültetem el ezeket. Jó. Azt mondja, hogy... Jó, ezt mindjárt még megoldom, ezt az égetést. Azt mindenképpen. Itt vannak szerszámok, nagyszerű. Jó, erre meg rárakom ezt a számzárat szerintem. Rá tudom rakni arra? Aha. Adjunk neki valami kódot.